a BRICS és az új világrendek kialakulása. Losonc Alpárt hallják. Elképzelhető-e, hogy egyszer felébredünk, és rögzítjük a ma hírt, miszerint azon ország, amelyben élünk, tehát Szerbia, az izmosodó BRICS tagjává vált. Megtörténhet, hogy valósággá válik a szerb köztársaság elnök sugallata, miszerint célszerű lesz Szerbiában népszavazást tartani, hogy csatlakozni óhajtunk-e eme szervezethez. És nyerne eme fordulatból valamit a vajdasági magyar, vagy éppenséggel lényegtelen, hogy a történelem milyen irányt vesz, hiszen soha nem segít a mindennapok emberén. A vonatkozó kontextus. A minap egy orosz városban, Kazányban, afféle meg a csúcs találkozót tartottak, felvonultatva a BRICS tagságot már birtokló országok képviselőit, és azokat is, amelyek még csak toporognak várakozóan az előszobában. Fura neve van ennek a különös szervezet féleségnek, még a 21. század elején ötlötte ki egy újságíró, összerakva a meghatározó országok kezdőbetűit. Tudnélik úgy kezdődött a történet, hogy az oroszok, kínaiak, brazilok és indiaiak számára felvetődött a lehetőség, hogy bizonyos pénzügyi, gazdasági vonatkozásokban szorosabbra fűzhetnék a kötelékeket, ez mindenki üdvét gazdagíthatja. Aztán társult a legpotensebb afrikai ország, a gyémát termelésről híres Dél-Afrika is, amely mellesleg az idén úgy villantotta meg alakuló befolyását, hogy Izrael államot citálta egy nemzetközi bíróság elé, igaz nem nagy sikerrel, de hát ez nem rajta múlt. Egy szóval érdekes és rengeteg erőforrással bíró államok gyűltek itt össze, azok éppen már 20 éve rebesgetik, hogy fennáll a lehetőség, hogy komoly hatalmi pólust hoz létre a világban. Ami viszont egykoron csupán lehetőségként jelent meg a felszínen, az egyre inkább valóság alapot nyert. Az utóbbi évek kavargó nemzetközi viszonylatai, persze az ukrán-orosz, az esetleges tajvani-kínai háborúval, meg egyáltalán az egyéb lényeges fejleményekkel a háttérben, lendületet adtak a szervezet teremtés folyamatának. Még rövid idővel ezelőtt is a BRICS-ről úgy beszéltek, mint egy lényegtelen, pusztán informális szervezetről, amely inkább dekoratív, mint sem hatalmi szerepet játszik. Nem is véletlen, hogy a nyugati féltekén a lefigymáló, lebecsülő magatartás volt a meghatározó. Túl sok a résztvevő államok közötti ellentét, ebből nem lehet egységet fabrikálni. És a kollektív nyugatot semmi sem veszélyeztetheti, a BRICS inkább papírtér is. Minden esetre az utóbbiak fordulata és tapasztalható átmenetiség arra ösztönözte az oroszokat és a többieket is, hogy munkálkodjanak a BRICS kereteinek további elmélyítésén. Az említett kazányi nagy találkozót egyébként jelképesen október 22-től 24-ig tartották. Érdemes itt emlékezni ugyanis arra a tényre, hogy október 24 éppen az ENSZ születésnapja, és dacára annak, hogy az oroszok tagadnak, miszerint a BRICS felváltani igyekszik a világszervezetet, hiszen nem is lenne képes ilyen helyettesítő szerepre, azért mégsem egészen véletlen, hogy ilyen allúziók teremtődhettek. Hova tovább érdemes jegyezni, hogy ezen a kolosszális államközi szeánszon megjelent az ENSZ főtitkárja is, sőt, mi több, a fekete báránynak, autokratának minősített orosz elnökkel is kezet rázott. Ami kiváltotta különösen az ukránok dühét, hiszen Guterres legitimációt adományozott annak, akinek a vádlottak padján a helye, mint hogy lángba borította a régiót. Persze az ENSZ főtitkár is látja, hogy ennek a felese tréfa, itt valami képződik, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, még ha rengeteg a bizonytalanság. És tényleg, minden esetleges kétel ellenére számítani kell arra, hogy utódaink majd tanulják nebulóként az iskolákban a BRICS eme forrósodási pontját. Például nem kellene lebecsülni azt a tényt, hogy a BRICS már is lehetőségét adott arra, hogy a háborús feszültség viszonyban álló Kína és India békéltető gesztusokat tettek egymással kapcsolatban. Vannak persze, akik ennél még lelkesebbek,
méghozzá nem is akárkik. Ők úgy gondolják, hogy az, ami itt történik, éppenséggel történelem formáló. Noha ezzel a minősítéssel óvatosan bánnék. Viszont azt említenem kell, hogy az oroszok számára mindez, mármint a kazanyi eseménysorozat ünnepszámba ment. Noha az harsogja a nyugati sajtó, hogy az orosz elnöktől mindenki undorodva elfordul, mint hogy gaztetteket követel, a létrejövő kép merőben más mutat, mind közönségesen Kazányban is látható volt, ténylegesen tolonganak körülötte. Mint hogy a BRICS iránti érdeklődés sem csökken, a bejutási igények, a klubhoz tartozás óhajai pedig szaporodnak. Az idén Egyiptom, Etiópia, Irán és az Egyesült Arab Emírségek is taggá váltak, de megjelent az előszobában igénybejelentéssel az óriási hadsereggel bíró NATO-tag Törökország is, amely beleunt abba, hogy az Európai Unió elöljárói hosszú ideje hitegetik, azaz nem engedik be az unió intézményeibe, de itt van, vagy lesz, a mintegy 200 millió lakossal bíró muzulmán Indonézia is. Sorolhatnám ráadásul az unalomig a félelmetes adatokat, amelyek arról szólnak, hogy már ez idáig is a BRICS a világ lakosságának mennyi és mennyi hányadát foglalja magában, és mennyi erőforrás birtokol. A pőre adatok valóban azt jelzik, hogy fölülmúlja a nyugatot, és ilyen értelemben szükségszerűen megváltoztatja az erőviszonyokat. Szervezetről beszéltem a BRICS kapcsán, no a szószoros értelmében ilyen nem létezik. Az informalitás képzete is innen ered. Amennyiben hasonlítgatni kívánunk, ugye a legkönnyebb, ha éppen az Európai Unió sűrű hálózatát tekintjük vonatkoztatási pontnak. Márpedig ilyennel a BRICS nem rendelkezik, konceptualizálói viszont ezt egyenesen előnynek minősítik. Hiszen ebből fakad, hogy nincs a tagok felett álló parancsoló szervezet, valamint nincs olyan nádpálcás mechanizmus sem, amellyel nyugati hatalmi infrastruktúra szokott élni. Hova tovább az önértelmezés szerint semmilyen ideológia nem övezi a csoportot, még azt is helytelen mondani, hogy a nyugat ellenesség fűtené. Az oroszok találtak is egy képletet, amely elébe megy az effajta vádaknak. Így született meg a mondat, hogy a BRICS nem nyugatellenes, hanem egyszerűen nem nyugati csoport. Ez valóban egy amortizáló jelzet, puhítja az ellentétet és a különbségek tiszteletét hivatott mutatni. Tudni kellett is ezen állítás kitalálása és szorgalmazása, hiszen adódnak itt olyan országok, amelyeknek nagyon nem fűződik érdekük ahhoz, hogy leváljanak az amerikai nyugati pénzforrásokról, és eldobják a nyugati kapcsolatok hasznait. Például a friss új tag Egyiptom egyúttal hatalmas amerikai katonai segélyek befogadója, vagy a még nem tag Szaúd-Arábia sem mondaná szívesen az évtizedek óta megszilárdított viszonylatairól, amelyek az amerikaiakhoz kötik. Csak az oroszok állnak kristálytiszta helyzetben, amely kiiktatja dilemmákat számokra. Az utóbbi 10 év a nyugattal szembeni konfrontatív helyzetbe lökte őket, és Euró-Ázsia felé sodródtak. Még az óriási léptékkel előre nyomuló Kínának is kalkulálnia kell bizonyos helyzetekben, noha folyton folyvást éleződik a szituáció az amerikaiakkal Tajvan kapcsán. Hám a kínaiakat is kötnek bizonyos érdekek nyugati bankokhoz, ezt felrúgni igencsak kockázatos lehet. És a kérdések kérdése, tud-e a BRICS odáig eljutni, tud-e úgy politizálni, hogy letaszítja a pénzügyi trónról az amerikai hatalom zálogát, mármint a dollárt, mint hogy ez ember feletti feladat, ráadásul máról hónapra megvalósíthatatlan. A kínaiak és az oroszok az egymás közötti kereskedelemben majdhogy nem felszámolták a dollárt, mint fizetőeszközt, de ez még távolról sem elegendő ahhoz, hogy radikálisan módosuljon a világ. A vajdasági magyar, aki még őriz emlékeket, felidézi az ellenkötelezettség mozgalmát, akár azt is mondhatnánk, hogy a BRICS az ellenkötelezettség újonnani változata.
Pontosabban akadnak itt régi ismerősök, mint Egyiptom, viszont vannak olyanok, akik természetszerűen nem is kerülhettek az egykori mozgalom kereteibe, mint Kína és Oroszország, hanem Szerbia, amellyel kezdtem. Kazanyban tartózkodott a ruszofil szerb miniszterelnök helyettes is, mint egy bizonyítandó, hogy fennáll a tartós szerb érdeklődés a BRICS iránt, ha másért nem, úgy azért, mert a nem nyugati hatalmi szféra ott hallatja hangját. A szerb köztársasági elnök elfoglaltság miatt lemondta az utat, mivel ismételten jelentékeny politikusok ügyködnek Belgrádban. Ám az sem zárható ki, hogy megkönnyebbülten tette ezt, ugyanis a pillanatnyi konstelláció alapján kockázatba sodorta volna magát, amennyiben demonstratíve Kazanyba utazik, hiszen ott, ha akarja, ha nem, de egy orosz ünnepi önértelmezést erősített volna meg. Így mód ugyan meglebegtette a népszavazás lehetőségét, arra is utalva, hogy az örökösen bizonytalan közvéleménykutatások szerint a helyzet kiegyenlített, azaz 42%-a megkérdezetteknek javallja a BRICS-et, de ugyanilyen az arány azokat illetően is, akik az Európai Uniónak adnának előnyt. Így azt a tényt, hogy a népszavazás megtörténik-e, a bizonytalanság terheli.